fog indulni a városba hamarosan. Kettő az most indul el augusztus elején, az egyik a polgármesteri hivatalnak a felújítása, a másik pedig a művelődési háznak a felújítása. A két épületnek a teljes komplex felújítása 150 millió forintot igényeltet bruttóba. A polgármesteri hivatalban a külső homlokzatot újítjuk fel, napelemeket, napkollektorokat teszünk a tetőre, teljes tetőszigetelést fogunk elvégezni, illetve a belső irodáknak az átalakítása történik, villanyvezetéket cseréje, tehát egy komplex felújítás történik a hivatalon, nyilászárókat cserélünk ki, megújul a hivatal. A művelődési házon ugyanez fog megtörténni, nyilászárók, külső homlokzat szigetelése, napelemek, napkollektorok felhelyezése, teljes nyilászáró csere, tehát egy sokkal korszerűbb polgármesteri hivatallal fognak találkozni az ide látogató polgárok, illetve hát a művelődési háza is ráfér a megújítás. Két évvel ezelőtt újítottuk fel a művelődési házat, akkor egy jelentősebb összegből sikerült, akkor kapott egy színházi lelátószerű részt, illetve új székeket kapott a művelődési ház, és akkor is megújult a külső vakolata. Most pedig eljött az idő, hogy újra fel kell újítanunk, és hát hál' Istennek ebből a 150 millió forintos összegből meg tudjuk ezt.